Köszöntöm a nézőket, ez a Bannon Televízió félhatos híradója, Friedrich Gertrud vagyok. Január 13-a van, a Veronikák ünneplik névnapjukat. Műsorunk elején érkezzenek a nap kiemelt hírei, először csak címszavakban. Folyamatosan növekszik az influenza-szerű tünetekkel orvoshoz fordulók száma Szerbiában. Indul a roham, hétfőtől lehet jelentkezni a 10.000 dinár értékű üdülési utalványokra. Még mindig pályázhatnak az érdeklődők a Prosperitáti Alapítvány falusi házvásárlási támogatására. 80 résztvevővel zajlik a vajdasági magyar népzenész találkozó Kishegyesen. Zajlik a találgatás, hogy meghosszabbítják-e a szünetet az iskolákban a járványhelyzet miatt. Hivatalos értesítés nincs erről, de egyes sajtótermékek már felvetették a halasztás lehetőségét. Vajdaság területén a tanulók január 15-én térnek vissza az iskolapadokba, Szerbia többi részében pedig egy héttel később, január 22-én kezdődik a második fél év. Egyébként folyamatosan növekszik az influenzában, koronavírusban, légúti fertőzésekben és szamárköhögésben szenvedők száma az országban. A járványügyi szakorvosok arra figyelmeztetnek, hogy az influenza-szerű megbetegedések legnagyobb hulláma január második felében és február folyamán vár ránk. Január első hetében több mint 8.500 influenza-szerű megbetegedést jelentettek a Batut Közegészségügyi Intézet adatai szerint, főként óvodás és kisiskoláskorú gyermekeknél. Ez mostanra már a 10.000-hez közelíthet. Dr. Bohucki Nebojsa, a Szabadkai Közegészségügyi Intézet járványügyi szakorvosa szerint Szerbiában még várat magára az influenza hullám csúcspontja. Valaki bír lenni lázas, valaki fog köhögni, valakinek lesz csak orrfolyás, és így tovább. Tehát klinikai szempontból nagyon hasonló állnak ezek a betegségek, nem lehet különböztetni senkinek, muszáj mindig csinálni megfelelő diagnosztikát, konkrét vagy gyors antigén tesztet, vagy PCR tesztet, vagy vérvétel alapján. Az a lényeg, hogy most vagyunk január közepén, a számok magasak, de félünk, hogy még magasabb lesznek, mert ilyenkor mindig január végén, vagy esetleg február elején van egy folytó tetőzés, hogy lesz-e járvány, konkrét influenza járvány, az még nem tudunk. Dr. Bohucki még októberben bejelentette a tridémia érkezését, ami azt jelenti, hogy három vírus okoz egyidejűleg légzőszervi fertőzéseket. A koronavírus, az RSV, vagyis az óriás sejtes vírus és az influenza vírusok, és mindezekkel párhuzamosan a szamárköhögés is terjed. A szakemberek szerint a téli szünidő meghosszabbításáról szóló döntés orvosilag nem lenne indokolt. A gyerekek ugyanis ilyenkor nem maradnak otthon, hanem szabadon mozognak és terjesztik a vírusokat. A gyermekorvosok többsége is úgy véli, hogy a gyermekek közösségbe való visszatérésének késleltetése nem járulna hozzá ahhoz, hogy a vírusok és baktériumok kevésbé terjedjenek. Nisu, svi vírusi, svi situácia opasne. Za deco, neka se dobije malo imunitet, sami steknu imunitet, ali ako je dete, ima temperatura, ako je ima jako veliki kašalj kao što sad ima na tržište, da kažem, onda ovo dete treba da se izoluje nekoliko dana dok ne oporabi. Ali uopšte, mislim da zatvorimo škole i tako zbog ove situacije ne bih rekao. A gyermekorvos hozzátette, nagyon fontos lenne a szülőkben tudatosítani a kötelező gyermekoltások felvételének fontosságát. A szamárköhögést például azok is elkaphatják, akik felvették a vakcinát, de náluk enyhe a betegség lefolyása. Az Oktatási Minisztérium illetékesei szerint, amennyiben javaslatot kapnak az Egészségügyi Minisztériumtól a téli szünidő meghosszabbítására, akkor majd ezen ajánlás szerint járnak el. Ilyen javaslat ugyanakkor eddig még nem érkezett.
csak nem 100 000 darab pirotechnikai eszközt kobozott el a szerbiai belügyminisztérium az ünnepek alatt. Egyes esetekben eljárás is indult a petárdától megsérülő gyermek szülei ellen. A rendőrök a nem megfelelő alkalmazás miatt, vagy a petárdák nem megfelelő minősége miatt jártak el. 20-an sérültek meg pirotechnikai eszköz robbanása következtében, közülük 12-en gyerekek, 5-en fiatalkorúak, 3-an pedig nagykorúak. A hatóságok az ünnepek előtt 457 petárda üzletet vizsgáltak át, és csaknem 100 000 darab pirotechnikai eszközt foglaltak le. A legtöbb rendellenességet Leskovácról jelentették, míg a legkevesebbet Csácsákról és Újvidékről. A lefoglalt tűzi játékok és petárdák között nem voltak harmad és negyed osztályba sorolhatók, amelyek árusítása nem engedélyezett, teszi hozzá a belügyi tárca. Haditechnikai eszközökre idén jelentős összeget szán Szerbia, jelentette be a köztársasági elnök a Katonai Biztonsági Ügynökség műveleti központjában tett látogatása során. Alekszandar Vučić hozzátette, az ország katonasága 10-szer erősebb, mint 10 évvel ezelőtt. Szerbia ugyan nem tud olyan komoly katonaságot felmutatni, mint az USA, ennek ellenére elég erős tud lenni ahhoz, hogy elrettentse azokat, akik fenyegetőek lehetnek számára. Ami a Katonai Biztonsági Ügynökséget illeti, ez az intézmény figyeli a szárazföldi zónát a koszovói közigazgatási határvonal mentén. A katonai befektetésekkel kapcsolatban a szerb államfő kiemelte, 186 millió eurót különítettek el fegyverek és egyéb felszerelések vásárlására. Mi ćemo uzeti dodatnih 8 nora za našu vojsku, uzet ćemo 81 produženi Miloš za prevoz naših pešadijskih jedinica i svako od tih vozila bit će naoružano dupsom ili 12.7 ili 14.5 mm ili 20 mm dakle, i protivoklopnim raketama da bi moglo da uvek i u svakom trenutku se upusti i da pruži odgovor i težim oklopno mehanizovanim jedinicama i borbenim vozilima. Uzet ćemo naravno 30 kupola za lazare sa specijalnim dupsovima. Uzet ćemo, to je deo i mađarske robe koju nabavljamo, to je 26 borbenih vozila pešadije i još nekih delova. Visszahoznák a kötelező sorkatonai szolgálatot Szerbiában. Január eleje óta folyamatosan napirenden van a kérdés. A Védelmi Minisztérium már kezdeményezte, hogy hozzák vissza a kötelező katonai szolgálatot az országban. Jelentette be január 11-én Miloš Vučević védelmi miniszter. Az illetékes minisztérium 4 hónapos kötelező sorkatonai szolgálatot szeretne bevezetni. A tényleges bevezetésről közvitát kell tartani, és az utolsó szót a parlamentnek kell kimondania. A szerb védelmi minisztérium már benyújtotta a kötelező katonai szolgálat ismételt bevezetéséről szóló kezdeményezést a köztársasági elnöknek, Alekszandar Vučićnak, jelentette be korábban Miloš Vučević. Az illetékes miniszter hozzátette, ezt követően a köztársasági parlamentben vitáznak majd a kérdésről. Az ok, hogy nincs elég tartalékos katona, akiket be lehetne vetni az állam védelmében, hangsúlyozta. Viszont ez značan datum, ez značan moment, da posle 13 godina Srbija ponovo odlučuje o tome da li treba reaktivirati obavezno služenje vojnog roka, naravno u značajno kraćem vremenskom intervalu nego što je to bilo ranije, znači ne pričamo ni o 12, ni o 9 meseci, pa čak ni o 6 meseci koliko je trenutno traje služenje vojnog roka za one koje se dobrovoljno jave, a mi ćemo u danima, nedeljama i mesecima koje su pred nama dobiti odgovor kada, ako bude takve političke podrške i takve političke odluke, da se to reaktivira. A védelmi miniszter kiemelte, ez nem felhívás egy háborúra, hanem a geopolitikai körülmények, az ország és a régió biztonsági vonatkozásának megértése. A védelmi minisztérium ajánlása szerint a sorkatonasság 4 hónapig tartana. Ehhez azonban a kaszárnyákat is elő kell készíteni, tette hozzá a tárcavezető. Hosszabb folyamatról van szó. I naravno ćemo, ako država to prihvati, tražiti i jedan vremenski okvir da možemo pripremiti kasarne,
regrutacione centre za uslove za prihvat mlade vojske, novih regruta, u skladu i sa savremenim okolnostima života. Mi ne možemo da vratimo i ne želimo da vratimo vreme u 70. 80. ili 90. prošlog veka, nego da ti momci, budući vojnici ponos Srbije, imaju najbolje moguće uslove za život u kasarni. 13 éve nincs kötelező katonai szolgálat Szerbiában, az állambiztonsági helyzet pedig szükségessé teszi, hogy ezen változtassanak, hangsúlyozta Vucevic. Hétfőtől lehet jelentkezni a 10 000 dinár értékű üdülési utalványokra. Nem kell más tenni, mint bemenni a legközelebbi postahivatalba. 100 000 dinár utalvány áll a lakosok rendelkezésére. Azok jelentkezhetnek, akiknek havi jövedelme nem haladja meg a 80 000 dinárt. A nyugdíjasok, a munkanélküliek, de ezen kívül még számos csoport található a felsorolásban. Eddig 4 000 vendéglátó ipari létesítmény regisztrált a programra, ahol fel lehet használni az utalványokat. Érdemes sietni hétfőn, mert az elmúlt évek tapasztalata az, hogy 1-2-re elkapkodják az utalványokat. Még mindig nem késő, hétfőig pályázhatnak az érdeklődők a Prosperitáti Alapítvány falusi házvásárlási támogatására. A sikeres pályázók a korábbi 10 000 helyett már 15 000 eurós támogatásban részesülnek. Az alapítvány célja, hogy segítse a párok, családok és egyedülálló szülők házvásárlási költségeit és az ideális otthon kialakításának folyamatát. Csantavér egyik csendes területén él immár negyedik éve a Gubis család. Ők is a Prosperitáti Alapítványnál pályáztak korábban. Azóta fokozatosan újítják és szépítik telküket, de leginkább a falu adta nyugodt légkört élvezik. Néztük, hogy beférjünk az árkategóriába, ugye megfeleljünk a kritériumoknak, tehát hogy szilárd építésű, kemény építésű ház legyen, és akkor körülbelül ennyi nekünk, ez egy kapóra jött itt a szomszéd ház, ami éppen ez esetben megfelelő volt. Mit kell tudni egyébként a portáról, mekkora területről beszélünk? Hát 10 kvadrátos porta, amin hát tulajdonképpen 2 ház is található. Ugye a főépület és van egy kisebb családi ház is. Nagy segítség ez a fiatal pároknak, családoknak és az egyedülálló szülőknek, hogy kialakítsák megfelelő otthonukat a szülőföldjükön, hangsúlyozta Kozma Klementina, aki szintén 4 éve vásárolta meg új házát Csantavéren. Sikerült megegyeznünk abba, hogy a pályázati összeg, tehát ami volt a pályázaton kiírva, abba belefért a háznak az értéke. És így, hogy már be is költöztetek, így mit kell tudni általánosságról a házról, esetleg a felépítéséről, vagy a fűtési rendszerről? A ház régi építésű ház, vegyes tégla és vályok. Mindenhol kályhával fűtünk, nagyon jó állapotban van, el volt szigetelve már, úgyhogy igazából csak meszelni kellett és beköltözni. A Prosperitáti Alapítványnál jelenleg 3 pályázati kiírás van nyitva. A vállalkozások és a mezőgazdaság fejlesztésére, illetve a falusi házak vásárlására. Az utóbbira január 15-éig, hétfőig tudnak még pályázni az érdeklődők. Általános feltételek az a pályázónak magyar és szerb állampolgársága, valamint a vajdaság területén bejegyzett lakcím. Külön feltételek is vannak a mezőgazdaságban is, valamint a vállalkozások tekintetében, házpályázatok esetében is, ezeket most nem részletezném, de a dokumentáció, a jogosultsági feltételek igazolását, igazoló dokumentumok, így állampolgársági igazolások, ugye házvásárlat esetén az előszerződés az eladóval, az ingatlanlap, ami igazolja a kiválasztott házat. A támogatás értéke ezúttal 10 000 helyett 15 000 euró. Amennyiben a választott ingatlan értéke nem haladja meg a támogatás összegét, a pályázónak nem szükséges önrészt vállalnia. Ha meghaladja, a különbséget a pályázó önrészből kell, hogy fedezze.
A szabályzat szerint a nyertes jelentkezőnek a szerződés megkötésétől legkésőbb 9 hónapon belül be kell költözniük az új ingatlanba, majd legalább 10 évig életvitelszerűen ott kell élniük. Bővebb információ a prosperitati.rs oldalon található. A gázai övezetben szörnyű állapotok uralkodnak a helyi segélyszervezetek beszámolói szerint. Sokan éheznek, a helyiek megállítják az arra járó gépjárműveket, hát ha találnak bennük bármit, ami a túlélésüket segíti, állítja az ENSZ egyik vezető tisztviselője. Hozzátette, az éhínség napról napra nő, elfogy az ivóvíz is, az egészségügyi rendszer pedig összeomlott. A tisztviselő arról is beszámolt, hogy a humanitárius konvojok sokszor nem tudnak bejutni a gázai övezet északi részébe. Izrael ugyanis megakadályozza ezt. A térség északi részével kapcsolatban a napokban jelentette be az izraeli hadsereg, hogy felszámolták a Hamas hálózatát, így a továbbiakban a gázai övezet középső és déli részére koncentrálnak. A gázai egészségügyi minisztérium jelentése szerint az izraeli-palesztin konfliktus során eddig közel 24 ezer palesztint öltek meg a térségben, és több mint 60 ezer ember megsérült. Az Amerikai Egyesült Államok és Nagy-Britannia ma is folytatta a légi csapásokat a huszi katonai célpontjaira Jemenben. Szombatra virradóra egy huszi radárállomásra mért csapást az amerikai hadsereg. Az Egyesült Államok haditengerészete pénteken hajnali 3-kor hajtotta végre az első légi csapásokat. A nyugat már régen figyelmeztette az iszlamista szervezetet arra, hogy amennyiben nem állítja le a vöröstengeri hajóforgalom elleni támadásokat, úgy elsöprő erővel fognak fellépni ellenük. A húszik szerint az amerikai támadások nem lesznek hatással a vöröstengeri akcióikra. A jemeni amerikai csapások, köztük a legutóbbi, ami egy száni célpontot ért, nem volt jelentős hatással a húszik azon képes, hogy továbbra is megakadályozzák az Izraelhez kötődő hajók áthaladását a Vörös-tengeren és az Arab-tengeren, nyilatkozta Mohamed Abdul Salam, a jemeni huszik szóvivője a Reutersnek. A huszik erős és hatékony választ ígértek az amerikai támadásra, továbbá közölték, hogy nem voltak sebesültek, sem anyagi, sem emberi veszteség. Mindeközben több tízezer ember gyűlt össze a jemeni fővárosban, hogy a húszikat támogassák. A tüntetők palesztin zászlókkal érkeztek, míg mások az Irán által támogatott lázadó csoport hivatalos jelszavait írták fel a transzparenseikre. Lássuk, mi lesz még a híradóban. Nádvágást tartottak a Ludasi tavon, több helyszínen végezték a munkát. Holnap kezdődik az Australian Open, pályára lépnek a legnagyobbak is. A brit miniszterelnök a szoros NATO viszony fontosságáról beszélt Kijevben. Az Ukrajnának küldendő új védelmi csomag lesz az eddigi legnagyobb 2,9 milliárd euró értékű, mondta Rishi Sunak brit miniszterelnök az ukrán parlamentben. Az Egyesült Államok ukrajnai nagykövete szerint az USA lehet a következő nagy támogató. Ez az amerikai elnök Joe Biden célja. Rishi Sunak brit miniszterelnök hangsúlyozta, hogy nem csak a NATO segítsége hasznos Ukrajnának, hanem Ukrajna is hasznot nyújt a NATO-nak. Ukrajna a NATO szövetségese, és később a NATO erősebb lesz Ukrajnával, tette hozzá brit kormányfő. Az Egyesült Királyság és Ukrajna közötti megállapodás némi megnyugvást hoz Kijev számára, mivel az amerikai segélyek gyakorlatilag leállnak. Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök nemrég fejezte be balti körútját, ahol a támogatásról, illetve Ukrajna és a NATO viszonyáról tárgyalt. Lai Ching tenyerte a tajvani elnökválasztást. Pártja a Demokratikus Haladó Párt támogatói úgy vélik, megmutatták Kínának, hogy a vezetőiket ők választják, és nem félnek a kínai fenyegetéstől. A választásokon hárman indultak Lai Ching mellett Hu Yuying, a Kínával szorosabb kapcsolattartásra törekvő fő ellenzéki párt, a Kínai Nemzeti Párt képviselője, illetve
Ko Wen-chü a tajvani néppárt embere. A győztes párt közölte, hogy a győzelem egyértelmű üzenet Kínának, hogy a vezetőiket ők választják és nem engednek a sorozatos megfélemlítésnek, utalva ezzel arra, hogy a kínai hadsereg rendszeresen tart hadgyakorlatokat a tajvani öbölben, Peking pedig folyton azt hangoztatja, hogy nem ismeri el független államként az országot. Új időszámítás kezdődik Dániában, vasárnap lép trónra 10. Frigyes. A 83 éves 52 éve uralkodó második Margit újévi televíziós beszédében jelentette be lemondását, és azt is, hogy az 55 éves Frigyes koronaherceg követi a trónon. Frigyes koronaherceg és felesége az utóbbi években, mióta a királynő betöltötte 80. évét, egyre több uralkodói kötelezettséget vállalt át tőle. A dán királyi család egyébként ma a világ legnépszerűbbjei közé tartozik, és a dánok 80%-ának támogatását élvezi. A családjában Daisy-nek becézett királynő sokáig arra készült, hogy akárcsak a több mint 900 éves dán monarchia történetének minden uralkodója, ő is haláláig a trónon marad. Lemondása bejelentésekor idős korával és egészségi problémáival magyarázta döntését. Február 1-ig meghosszabbítják az útlezárást a Koszovó és a Jován Mikić utca sarkán, tájékoztat Szabadka város önkormányzata. Az útlezárás a Belgrád-Újvidék-Szabadka államhatár vasútvonal felújításának és korszerűsítésének keretében végzett útépítési munkálatok miatt szükséges. A meghosszabbított útlezárás a tervek szerint február 1-ig tart. Évszázados hagyománya van a nádvágásnak a Ludasi tavon. Évről évre azonban egyre nehezebb a nád kitisztítása, mert nincsenek elég kemény minuszok, így a tó nem fagy be, vagy csak olyan vékony jégréteg képződik, amelyre nem biztonságos rámenni. Ilyenkor csak a tóparthoz legközelebbi részen vágják a nádat a ludasiak. Így volt ez ma is, a helybeli önkéntesek a nádvágás mellett a mólókat is felújították, megjavították. Csömöre József a Ludasi iskolánál a mólóról próbálta megvágni a nádat, a jégréteg annyira vékony, hogy nem mert rámerészkedni. Úgy lapátta is a mólóról, mert másképp lehet, hogy majd megpróbálom hosszom deszkát is, majd később, hogy távolabb bevágjam, hanem akkor eddig lesz csak elvágom, ha még nem lesznek nagyobb vagyok. Jobban, mert így az egy benne, hogy ugye letört a régi nád, és alatta hőzáró nád, azt tudjuk, hogy hőt, szigetelő anyag, és akkor lezárja, és amint jön a vízből ki melegség, az nem, és azért nem fagy be a nád közt. Mert amit, ha megnézed, az már be van fagyva. Itt meg még ott. Lecsek, víz. Egy másik helyszínen géppel vágták a nádat a Ludasi tavon. Az első osztályú levágott nádat kévébe kötötték, és a későbbiekben majd értékesítik a ludasiak. A legnagyobb részét azt nádtetőbe építik be, a többi része, ami talán minőségesabb, abból pedig ilyen stukatért készítenek. Van kereslet a nád iránt? Hát igen, van kereslet, mivel hogy az építkezési iparban is egyre több természetes anyagot használnak, úgyhogy a nád is ugye abba a kategóriába tartozik. Környezetvédelmi szempontból is óriási jelentősége van a nádvágásnak, hiszen a kivágott avas nád helyébe a tavasz folyamán friss zöld nád nő majd ki, amelybe szívesebben fészkelnek a madarak. Ráadásul az avas nád, hogyha nem vágják ki, akkor belerothad a tóba, és ezzel nő az iszap mennyisége is. Ma már gépesítve van a nádvágás, ám valamikor úgynevezett nádvágó gyalászkát használtak. A nosztalgia kedvéért a nádvágók meg is mutatták, hogyan kell azt használni. Gyalászkálva avval nehéz. Most ez az új modern gépekkel könnyebb csak csinálni. De valamikor mindig gyalászka volt, meg volt tolóval csináltuk, nem volt ez a modern gép. A harmadik helyszínen a móló elhasználódott deszkáit szedték fel, és cserélték ki a ludasi önkéntesek. Az utóbbi időben ugye rendes telünk nem volt, tehát nem volt megfelelő jégtakaró, így az úgynevezett partszakaszon, ahol úgymond sekély a víz, illetve valamennyire rá lehet járni a
úgymond a tó felületére, ott tudjuk csak a nádat kitakarítani. Jelenleg viszont, ahol állunk, ennek a közbólónak a felújításán ügyködünk. Aludasító jegére menni most valóban veszélyes, ugyanis pénteken a Palicsludas közvállalat 5 munkatársa beesett a ludasító fagyos vizébe. A rendőrség közleménye szerint a munkások egy kétéltű járműben tartózkodtak, amely felborult. Őket a tűzoltók mentették ki a vízből. Mivel a munkások hosszabb ideig voltak a jéghideg vízben, ezért a mentők mindegyiküket azonnal megvizsgálták. Nyolcvan vajdasági Magyarország és Erdélyi a Táncház mozgalomban is aktív népzenész vesz részt a 10. vajdasági magyar népzenész találkozón, amelyet a Kishegyesi Kátai vendégházban tartanak. Pénteken 50 vonós, szombaton pedig 30 tamburás hallgathatott előadásokat, kapott szakmai tanácsokat, muzsikált és énekelt a Juhászok civil szervezet által szervezett találkozón, amit a Magyar Nemzeti Tanács kiemelt regionális programja. A kalotaszegi muzsikáról, zenészekről és a vajdasági táncház mozgalomról hallhattak előadást a zenészek péntek este a 10. vajdasági magyar népzenész találkozón, majd közös zenélés következett. Sok fiatalt vonz a rendezvény. A mai rohanó világban néha egy jó megállni szerintem is. Kicsit kifújni magunkat, leülni egy asztalhoz, beszélgetni más zenekarokkal, akikkel nem feltétlen találkozunk. Ilyen fellépés, olyan verseny, ilyen megmérettetés. És a népzenész találkozónak szerintem ez egy nagyon-nagyon fontos része, hogy itt vagyunk egymásnak, egy közösséget tudunk alkotni vajdasági magyarként. Az előadók és oktatók neves magyarországi és vajdasági szakemberek. Kevés időnk van. Tehát itt nem arról van szó, hogy egy sok napon át tartó kurzus lenne. Én azt gondolom, hogy a gyakorlati része, tehát amikor majd itt mindenki hangszert ragad, és elkezdünk közösen muzsikálni, annak is hasonló a funkciója, mint ennek az elmúlt előadásnak, hogy kedvet csináljon. Hogy felhívja a figyelmet arra, hogy bár ha azt is gondolod, hogy ezt a muzsikát már jól ismered, vannak benne még felfedezésre váló részek. Az egész népzenész társadalom magáénak érzi ezt a rendezvényt, és valóban minden zenekar képviselteti magát, mondta Juhász Gábor, a Juhászok civil szervezet elnöke. Mert ez tényleg egy olyan rendezvénye a mi közösségünknek, amely rólunk szól. A vajdasági magyar zenészek rengeteget szolgálnak az év folyamán, rengeteg föllépést muzsikálnak, rengeteg társcsoportot kísérnek, táncházakat muzsikálnak. És ez a hétvége pedig arról szól, hogy mi itt egymás között örömzenéljünk, beszélgessünk a programjainkról, beszélgessünk a kiadványainkról, beszélgessünk a képzéseinkről, beszélgessünk egymásról, hogy ki hogy van, ki mit csinál, mivel foglalkozik. És ez nagyon fontos, hogy így az év elején ezeket a dolgokat így elrendezzük. Szombaton a tamburásoké volt a főszerep, kerekasztal beszélgetés mellett a mohácsi népzenei gyűjtések és az Újvidéki Rádió népzenei felvételei szerepeltek a programban. Novák Djokovic közép-európai idő szerint vasárnap reggel 9 órakor kezdi meg a szereplést az ausztrál nyílt teniszbajnokságon. A címvédő szerb első ellenfele a selejtezőből érkezett 18 éves horvát Dino Prismic lesz. A meccs statisztikai érdekessége, hogy ez lesz a Roland Garros tavalyi bajnokainak rangadója, hisz 2023-ban a horvát az IFIK mezőnyében nyerte el a serleget. A torna azért kezdődik már vasárnap, és az első fordulót azért tervezik 3 naposra, hogy az ATP és a WTA új szabályai szerint minél kisebb legyen az esély a késő éjszakába húzódó csatákra. Eddig tartott a híradó, nézzük, melyek voltak kiemelt témáink. Folyamatosan növekszik az influenza-szerű tünetekkel orvoshoz fordulók száma Szerbiában. Indul a roham, hétfőtől lehet jelentkezni a 10 000 dinár értékű üdülési utalványokra. Még mindig pályázhatnak az érdeklődők a Prosperitáti Alapítvány falusi házvásárlási támogatására.
80 résztvevővel zajlik a vajdasági magyar népzenész találkozó Kishegyesen. Köszönjük figyelmüket, további hírek és információk honlapunkon a pannonrtv.com-on. Azoknak, akik a Julianus naptár szerint ma este várják az új évet, kellemes kikapcsolódást kívánunk. Szép estét, viszontlátásra!